Sziasztok! Sziasztok! Úcsúcs Andi vagyok. Garádi Péter vagyok. Econcounts-ban dolgozunk, és miért vagyunk itt most? Azért, mert Jakab levelét fogjuk elolvasni. Pontosabban most ez a egy éven keresztül megyünk ugye a Biblián, az Új Szövetségen, és most Jakab levele, és a második fejezet jön. Mi már olvastunk. Igen, szóval, hogyha állítsátok meg, hogyha még nem olvastátok, és akkor utána gyertek vissza. Mert ez a legfontosabb, hogy elolvassuk a Bibliát, hogyha nincs időtök, akkor csak ezt csináljátok. Igen. És sziasztok! Sziasztok! És akkor most, tegnap is beszéltünk, ez a levél, ez egy szempontból nagyon könnyűen lehet érteni, megérteni, hogy miről szól. Igen. Tenni az kicsit nehezebb, nem? Igen, igen. Nagyon praktikus dolgokról beszél Jakab, igazából. Mondja, csak az első dolog, az első néhány versben, az a... hogy a keresztény hit nem személyválogató. Igen, mi is gyakran esünk bele abba a hibába, hogy bejön az ember, és a kinézete alapján ítéljük meg őket, hogy akkor tényleg... Az ifiben például, ugye? Ki a jó fejember. Igen. És akkor így szeretjük őket. És Jakab ezt teszi tisztába, hogy nem. Tehát, és az nem könnyű nem. Ezt csinálni, de ez annyira jó dolog, nem, hogy Isten nem személyválogató. Válogató. Uh-huh. Isten ugyanilyen szeretettel szeret minket. Igen. Ez csodálatos, hogy Istennek nincs kedvenc ember. Ez fontos neked szerintem, és nekünk is. Igen, igen. És ami nekem még nagyon fontos volt így ebbe a részbe, hogy ahogy így tovább megy a könyvben, akkor itt mondja azt, hogy a személyválogatás után elkezdi a bűnökről beszélni, és akkor elkezdi mondani azt, hogy gyakorlatilag nincs olyan, hogy csak ezt a bűnt követem el, és a másikat elkövetem, és ez rendben van, hanem nem lehet. Tehát, mert 10. vers, mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akar csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezett. Igen. Mert az is lehet, nem, hogy én azt látom a saját életemben, hogy sokszor látom egy másik embert, és úgy látom, hogy ő azt csinálja, én nem ezt csinálom. De bűnösek vagyunk, és tudjunk, hogy hát akkor azon a szempontból ugyanaz vagyunk. Igen, meg nagyon sokan azt gondolják, hogy jónak, elég jónak lennem, és akkor vagy megpróbálom jónak lennem, és akkor csak kevés bűnt követtem el, ezt elfogadhatja az Isten, de nem így. Az Isten nem így működik. Igen. És akkor a második felében van egy teljesen más téma. És akkor azt hallottam, mert a reformációban az van, hogy hit által, és csak hit egyedül. És akkor itt van a Jakab, és azt mondja, hát az a hit, az nem elég. És akkor miről szól ez, Peti? Hogyan lehet azt megmagyarázni? Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés maga itt, hogy most miért van az, hogy Jakab meg azt mondja, hogy kell a cselekedetek, Pál meg azt mondja, hogy csak hit által. Szerintem a kettőt együtt kell értelmezni, és a kettő nem teljesen ugyanarról beszél. Pál arról beszél, hogy az üdvösségünkhöz csak hit által lehet üdvösségünk. Viszont és nem azért, hogy én elég jól csináltam, igen. Az, hogy most megyek az mennyországba. Jó, tiszta, igen. Jakab viszont arról beszél, hogy a hitednek kell, hogy legyen valamilyen jele. Tehát látszódnia kell, hogy a hited, hogy hited van, és ez a te cselekedeteiden keresztül látszódik. És akkor azt jelenti, ugye, hogy akkor a hit az egy erős dolog, az egy van hatalma, amikor pontosan. Valaki hit, akkor valami változik. És, mert az nagyon tetszik nekem az a 19. vers. Te hiszed, hogy egy az Isten? Jól teszed, de ez nem elég, mert az ördögök is hiszik, és retegnek. De nem az ördögök, nem vannak az Isten családjában, ugye? És akkor ilyen hit, hogy csak én hiszek, az nem elég. És akkor milyen kell? Olyan hit kell, amely gyümölcsöket terem, amiken lehet látni azt, ami világít úgymond a sötétségben, és a másik ember látja azt, hogy te valami miatt különböző vagy. És akkor azért mondjuk ma érdemes lehet, hogy imádkozol, hogy tényleg Isten segíts nekem kicsit jobban látni, hogy tényleg igazi hitem van, és az is fontos, hogy a világ látja, hogy mi máson vagyunk, nem? Igen. Hú, ez jó. És akkor holnap a harmadik fejezetet fogunk folytatni. Na, igen. Sziasztok! Sziasztok!